Ahogyan a karcagi Angelika cukrászda képviselője elmondta, visszaesett a kereslet a torták iránt, ugyanis a szállítási költségek, valamint az alapanyagárak is nagyjából 10-20%-kal növekedtek. Hát legtöbben a 10-12 szeleteseket rendelik, a legkisebbet, hogy éppen csak egy-egy szelet, és akkor mégis a éjség érzetét elveszi az embernek. Jellemzőbb a csokoládé, dubos, gyümölcsös, gesztenyés, ez a legjellemzőbb. Már mostan kezdik megszokni a újdonságokat is, a oraósat például, azt is nagyon szeretik. Nem jellemző a formatorta, nagyon-nagyon ritkán, egy hónapban egyszer-kétszer, itt nálam legalábbis. Azt is, hogy betes. Hát ugye ott inkább a munkadíjat kell megfizetni, avval növekszik az ára, mert ugye több időt kell rászánni, időben legalábbis. Dupla tortát szoktak rendelni, óvodába, iskolába, meg otthonra is, de elvétve már most van. Elvétve. Van, amikor nem is a családról, ugye onnan veszik el a tortát, és inkább beviszik a bölcsödébe, meg a iskolába, vagy a óvodába. A születésnap elengedhetetlen kelléke a Parti Dekor, amelyet városunkban a Betty Dekor üzletében találhatnak meg az érdeklődők. Hát mostanában divatba jöttek ezek a felfújhatós, nagy héliumos és levegővel felfújt lufik. A parti dekorációk azok pedig kifejezetten nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a vevők nekik, de emellett a személyes ajándékok folyamatosan kezdettől fogva a névre szóló fényképes ajándékok, ezek nagyon előtérbe vannak a mi vevőink körében. Természetesen a számmal ellátott dolgok, ezek inkább a kerek születésnapokra, amiket visznek, a 18, a 20, 30, 40, tovább nem is mondom. De ugyanígy férfiaknak fényképpel ellátott borokat készítünk nagyon sokat, hölgyeknek családi ajándékként fali órákat fényképpel ellátva. Tóth Barna családjában inkább részesítik előnyben a házi készítésű cukormentes süteményeket, tortákat, gyertyákkal kiegészítve a szülinap hangulatát. Általában szűk családi körben tartjuk, az édességeket is mi magunk készítjük el, úgyhogy nem igazán szoktunk hozzá rendelni semmit. Ügyes hölgyek vannak a családban, és ők előállítják mindezt.